Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem a lovas sportok királynőjének hercegnője, egy zámai, fantasztikus, varázslatos ifjú hölgy, Szalai Nikolett. Szervusz! Szervusz! Ugye a lovas sportok királynője, sokan nem tudják, hogy mi ez. Hát a díjlovaglás, kérem szépen, ezt erősítsük meg. Ez így van. Nos, egy ifjú hölgy miként választ magának sportágat? Miként ismerkedik meg? Ugye zámai vagy, aki jelenleg Németországban él, és ezért előjáróban is köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Általában azt gondolják, hogy a vidékieknek sokkal könnyebb megbarátkozni a lovakkal. Ma már ez nincs így, ezt én tanúsíthatom, és azt hiszem, hogy te is, hiszen a vidéken sincsenek lovak, főleg nem olyan lovak, amiben bele lehet szerelmesedni. De hogy találkoztál a lovassporttal? Hát engem ez már nagyon kicsi koromban igazából egy betegségként elkapott a lovak iránti szeretet, és 98-ban sikerült a szülőket rávenni arra, hogy eljárhassak lovagolni, és akkor hosszú évekig csak hobbi szinten lovagoltam a bátyámmal együtt, és utána kezdett el komolyabban érdekelni a sport. Ahhoz, hogy valaki megtanulja lovagolni, nyilván kellenek mesterek. Ki volt az, aki először felültetett a lóra, és adta alád a lovat, ha úgy tetszik, abban, hogy te tehetséges vagy, többre hivatott? Hát az első ilyen nagyobb mérföldkő, amikor már komolyabban elkezdtem a díjlovaglással foglalkozni, a Paklő Péter, tehát igazából ő adta alám a lovat, hogy van értelme ezzel foglalkozni, vagy komolyabban bele bújni ebbe a témában. És miért a díjlovaglást? Ugye itt érintettem röviden, még a beszélgetésünk elején, hogy az emberek többsége, amikor lovassportot néz, akkor azt mondjuk, hogy hát mi magyarok fogadhajtásban vagyunk otthon, az egyértelmű, díjugratás nem különben. A díjlovaglásra rátekintünk, és azt mondjuk, hogy ez olyan művészet, amihez egy köznapi embernek nagyon nincs köze. Te miért ezt választottad? Pont ezért, mert ez egy annyira apró kis momentumokból összeálló dolog, szinte a láthatatlan dolgoknak a sportja, hogy hihetetlen munka kell ahhoz, hogy tényleg az ember eljuthasson egy olyan szintre, ami mondjuk esetleg világszínvonal. Talán ebbe kell a legtöbb erőt vagy energiát belefektetni szerintem, és ez kihívás volt. Hogyan lehet lépésről lépésre fejlődni? Hiszen ez sok mindennel együtt ugyancsak a fejben dől el. Tehát ez mentális sport mindenképpen. Nyilván fizikailag is fel kell készülni, de ehhez egyik oldalról gondolom, ilyen szeretni kell a jószágot, tehát keretni kell azt a lovat, nagyon kell szeretni, ismerni kell, és ráadásul minden rezdülésére reagálni. Te ezt hogy tanultad meg? Hát én úgy gondolom, hogy tehát ez elsősorban tényleg az, hogy fejben dől el, hogy elhivatottság. Nagyon fontos, hogy olyan szakemberek lehessenek az ember környezetébe, akiktől ezt a sok tudást be tudja szívni, és akarjon még többet megtanulni ebből. Tehát ez igazából tényleg így az akarat, hogy mennyire akarja az ember ezt minél profibb szintre elvinni ezt a dolgot. Tudatos voltál az első pillanattól? Hát úgy gondolom, hogy addig, amíg úgymond gyerek voltam, az nem feltétlenül tudatosság. Amikor már egy kicsit fejben felnőttem, onnantól kezdve próbáltam igen nagyon tudatosan továbbvinni. Tehát készültél a jövődre. Igen. Mikor dőlt el az, hogy ebben lesz a jövőd? Hiszen egy profilovas vagy már, méghozzá ismert és elismert. Egy bizonyos szint után ez nyilván hivatás. Egyik oldalról, tehát nem önmagában csak egy hétvégi szórakozásnak minősül, hanem ez teljes embert kíván 24 órában. Így van, 365 napban egy évben. Plusz az olimpiai év, akkor 360. Tehát mikor döntötted el ezt? 2009-ben, amikor kiköltöztem Németországba, szerintem akkor volt egy ilyen nagyon nagy fordulópont az életemben, hogy azt megléptem, és ott átléptem arra, hogy akkor ezt én tényleg hivatásszerűen szeretném csinálni. Igen, hát Németország az otthona a lovassportnak, az egyik otthona. Beszélhetünk a skandináv nemzetekről, ez nem különben úgy van. Bár mi azt mondjuk, hogy mi lovas nemzet vagyunk, de ilyen szinten nem igaz ez ma már. Németország a bölcsője a díjlovaglásnak is. Mi mindent lehetett ott megtanulni egyáltalán? Ez nagy bátorságra val, hogy egy ifjú hölgy fogja magát, országot vált, hogy az álmát megtalálja és megvalósítsa.
Így van, mondjuk szerencsém volt, mert nem egy magam voltam, tehát voltak kint magyarok, Ács Róbert és Losonci Anikó, akikhez én kimentem. Kint igazából az alázatot tanulja meg az ember, tehát hogy ott azért tényleg hihetetlen alázat találnak akármelyik szakákhoz, sporttéren vagy a lovas sporttéren, és azt, hogy már pedig, hogyha valaki valamit el akar érni, akkor nagyon sokat kell érte tenni, tehát nagyon sok munka van abban, hogy egyről a kettőre tudjon lépni az ember, ezt ott igazán meg lehet tanulni. Beszéljünk a lovakról általában. Milyen lovat álmodtál magadnak? Azt ma, arról majd beszélünk, hogy most milyen van, tehát az álmod megvalósult. De milyen lovat álmodtál? Igazából nekem így sosem volt az, hogy így mondjuk én megálmodjam, hogy annak ilyennek kell kinéznie, vagy nekem álom az inkább a célok, tehát hogy a versenyzés, hogy hova akarok eljutni, azok voltak álmok, de én úgy gondolom, hogy aki egy kicsit ezt tényleg profiszerűn látja, az tudja, hogy a lónak nincsen színe, mérete semmi, hanem az akkor ott passzol, úgy passzol, és az úgy egy kerek egész. Tehát akkor egymásra találtál, és akkor most beszéljünk Villiről, aki akkor 4 esztendős volt, amikor a tiéd lett, és az volt, ez egy álom megvalósulása mindenképpen. Beszéljünk róla. Így van. Beszéljünk hát a 4 éves Villiről. A 4 éves Villiről. Hát igen, ő 4 éves volt, amikor hozzám került. Az egészben a legfurcsább, hogy akkor ő, ami nagyon nagy szerencse lett számunkra, ő nem mutatta akkor még, hogy meg mennyire nagyon nagy tendencia vagy amplitúdó van benne, hogy eljuthasson egy ilyen színvonalra. És hát azért ő elég nehéz természet volt, tehát azért az első pár évben meggyűlt vele a bajunk. És egy olyan 6-7 éves korában kezdett kijönni az, hogy ez a kicsit érzékenyebb lelki világa, meg temperamentuma el fogja tudni őt juttatni arra a szintre, ahol szerencsére hát most ő van. Ő egy hannoveri sötét pejher élt. Így van. A barátod ma már? Ő hát a több annál. Több, a családtagom. Igen, már. Mert felfigyeltem arra, hogy azt mondtad, hogy ő. Igen. Ez egy varázslatos dolog. Hogy tanultátok meg egymást? Hát a hosszú évek, meg volt szerencsére segítségem is, aki, tehát hogy ezt nem egyedül jutottam én el erre a szintre, vagy ezen az úton, hanem azért Ács Robival mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, és nagyon sokat segített ebben. És hát a hosszú év, amíg mind a ketten összecsiszolódtunk a másikhoz. Beszéljünk egy kicsit arról, hiszen egy köznapi ember el sem tudja képzelni, hogy hogy épül fel egy felkészülés. Tehát mire valaki a 12.004, illetve 1200 négyzetmétert, a 20x60-as négyzetet birtokba veszi, maga biztosan, ahogy te ezt általában megteszed Willivel együtt, mindannyiunk örömére. Mi minden kell ahhoz? Hogy épül fel? Hogy az alapoktól? Tehát, hogy így mint fiatalkortól, vagy már hogy mint hogy? A nagy díszinten egy versenyre? Még a nagy díszintet hagyjuk, hiszen addig el is kell jutni. Hogy épül fel egy igazi felkészülés? Hát fiatalkorban nagyon sok hangsúly van arra, hogy maga a lónak az egyenlőségét, az egyensúlyát javítsuk, és ez a mindennapi munka, majd aztán utána ugye jönnek a feladatok, amik sokszor fekete leves az ember életében, mert azért nem csak szép dolgok vannak ebbe, hanem persze vannak nehezebb napok, és akkor azoknak a gyakorlása, betanítása egészen addig, amíg mondjuk az megérik egy kategória szintjére, és azt be lehet mutatni egy versenyen. Mikor derül ki, hogy a ló tehetségese, hogy összeillik-e a lovasával? Hát ez mindig változó. Tehát én úgy gondolom, hogy egy 4 éves lónál például nincs az az ember, aki megmondja, hogy majd ez egyszer nagy díjas ló lesz. Egy ilyen fiatal lónál egy remény van, és én úgy gondolom, hogy amikor már ez körülbelül látható, ez az a 6-7 éves kor, hogy milyen irányba indul el. Tehát maga az, hogy tehetsége van mozgásilag valamihez, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy az fejben is tudni fogja végigvinni. Tehát bizonyos értelemben, sőt, a lovas tehetsége is fontos. Nagyon. Az elkötelezettsége és az alázat, amit említettél. Így van. A Willi mikor jött rá, hogy ő jó? A Willi ilyen 6-7 éves korában
jött rá, hogy ő nagyon jó lesz. És te magad mikor jöttél rá, hogy te is jó vagy, és ketten pedig nagyszerűek? Hát az úgy gondolom, hogy akkor már, amikor így én is így ebbe így biztos lettem, akkor már ilyen 8-9 éves volt ő már. Tehát én ahhoz tudom mondani, amikor mondjuk az első nagydíjas szintű programunkba bementünk, akkor már úgy én is úgy gondoltam, hogy na, itt azért van még tartalék. Átfutottam a magyar bajnokságok eredménylistáját, és néztem, hogy az utolsó 5 esztendőben, minden évben, 2015 kivételével, akkor ezüstérmes lettél, de akkor már a nagy díjas bajnokság. De 2000 és évről évre lépdeltél, tehát 2012 középkategória, 2013-ban nehéz, és 2014-ben először szerepeltél a nagy díj kategóriában, és már is első lettél. Igen. És azóta pedig folyamatosan ott vagy, és most már nagy díjakon indulsz. Mit szólnak a versenyzőtársaid, hogy a semmiből egy új világot teremtettél díjlovaglásban? Hát én úgy gondolom, hogy azért úgy, mint magyar lovasport, mindenki büszke arra, hogy úgymond egy példakép lehetek, hogy igenis lehet a nulláról elindulva a lovat kiképezni, és igen, évről évre megmutatni, hogy kategóriát lehet lépni, és nagy díjig el lehet jutni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy főleg a fiataloknak példaként tudok kicsit ott állni, hogy van esély arra, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni sok munkával. Igen, sok munka. Mi kell ehhez? Pénz. A paripa megvan, a fegyver, a tehetség, de hogy jön össze a pénz? Tehát mennyit kell dolgoznod ahhoz, hogy a nagy díjakon el tudj indulni egyáltalán? Hát azért nagyon sokat, tehát azért egy-egy nemzetközi verseny azért nem egy olcsó mulatság, tehát nevezés, úti költség szempontjából. Tehát mivel én mindennapokban is ugye hivatásszerűen lovagolok, így tényleg szinte 365 napból áll az év, és az napi 10-12 óra munka. Hány, ugye belovaglóként dolgozol, igen, Németországban, hány lovat kell megülnöd egy nap? És hát ugye ez tisztességem múlik, tehát ezt csak úgy lazán úgy nem lehet. Így van, hát most már nem Németországban lakom, most már Mária Kálnokra költözött a mi kis csapatunk, itt dolgozok, és hát napi átlag 10-12 lóval dolgozok, ebből vannak persze most már szerencsére tanítványok is, ahol mondjuk edzést kell tartani, és nem feltétlenül a lóra ülni, de napi átlag 8-9 lovaglás az benne van ebben. Mesélj egy olyan a Frankfurt Westhalléről például, ugye az a lovas paradicsom. Így van, hát az hatalmas élmény volt, hogy sikerült úgymond kvalifikálódnunk, tehát ide ebbe a döntőbe, ahol voltunk, 5 páros juthat be, ugye edző és tanítványa, és nekünk sikerült ugye egy ugyanazon lóval, Willivel kvalifikálódnunk, és majd ott a döntőt meg is nyerni, ami hatalmas élmény volt, hiszen azért ugyanazon a lóval, saját képzési lóval, ugye Willi akkor volt 8 éves, tehát ő fiatal is volt, nagyon, nagyon jó érzés volt ott. Tehát a Willi családtag mennyit ér egyébként egy ilyen, tudom, hogy ilyen fekvő nyolcas ez, tehát végtelen leginkább, de... Hát azért az ilyen kategóriájú lovak ilyen, hát 500 ezer és 1 millió euró között vannak. Ugye? És utána még persze a csillagos ég is lehet feljebb. Értem. Tehát ő páratlan nyilvánvaló. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy most ugye te vagy a példakép. Eddig azért a Dalos Gyulát, Dalos Zsófi nevét ismertük, Dalos Gyulát talán láttuk is, adott esetben, aki szerencsés volt és egy lovas versenyre eljutott, de meddig juthatsz te? Hiszen most már példakép vagy. Egyrészt mindenki téged szeretne legyőzni, és én nézegettem az eredménylistákon, van, aki folyamatosan ott van a dobogón, viszont nem tud megelőzni sohasem. Hát igen, tehát tudni kell a történethez, hogy ugye Ács Robival mi együtt, igen, dolgozunk, és mi az, amióta én sikeresen nagy díjba tudok versenyezni, mindig ilyen fej-fej mellett így haladunk egymás mellett. Hogy meddig tudok eljutni,
Hát nagyon remélem, hogy minél tovább. Tehát azért célok között van jövőre a világbajnokságon való részvétel, utána ismételten Európa-bajnokság lesz, ha minden jól sikerül és egészségügyileg. Én nagyon remélem, hogy esetleg az olimpiát is meg lehet célozni. Realitása úgy gondolom, hogy van. Milyen egy Európa-bajnokság milliója? Hiszen amikor, ahogy elkezdtük a beszélgetést, egy magyar lovas számára az lehet a csúcs, hiszen nagyon ritkán van olyan esemény Magyarországon, sajnos teszem hozzá, amely vetekszik egy külföldi nagy díjjal. Hát az EB meg mindennek, illetve a világbajnokság és az olimpia meg mindennek a csúcsa. Hát hatalmas érzés volt. Hozzá kell tennem, hogy ez az egész Európa bajnokság, tudni kell róla, hogy 36 éve nem volt magyar díjlovas csapat Európa bajnokságon, és nekünk sikerült most hármunknak, Losonci Anikónak, Ács Robertnek és jó magamnak megtörni ezt a jeget. Hatalmas dolog volt, ugye mind a hárman egy istállóból vagyunk, ilyen még a világon nem is volt, hogy egy nemzet egy istállóból tudjon csapatot kiállítani. Egyszerűen leírhatatlan, tehát amikor az ember így ott van, úgy gondolja, hogy akkor most itt így megállítaná az időt, és akkor úgy ott maradna egy kicsit. Nem kell, hát ilyen élményben még lesz részed, szívülős vagyok benne. Miben tud segíteni a Magyar Lovasport Szövetség? Azért tudjuk, hogy ez egy különleges szervezet, nem bántó éllel mondtam ezt. Hát sajnos erről túl sok pozitívumot nem tudok mondani, mert akkora nagy segítséget azért nem kapunk mi, főleg a szakági oldalról, hogy az egy nagy dolog lenne. Úgyhogy magunk és külső segítségek által oldunk meg legtöbb dolgot. Milyen ez a Mária Kálnoki hely? Ez igazi otthon lesz most már a délovagló sport magyarországi otthona? Csupa nagy betűvel? Én nagyon remélem, hogy azzá tudjuk tenni ezt a Mária Kálnokot. Mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt tényleg egy otthonná tudjuk tenni, és minél több fiatal tudjunk minél jobban képezni és versenyeztetni, és persze magunknak is minél több lovat tudjunk felversenyeztetni, utánpótlás lovat hozni. Úgyhogy mi nagyon szeretnénk, hogy ez egy ilyen nagy központja lehessen Magyarországon a díjlovaglásnak. Beszéltünk arról, hogy voltak példaképeid, mestereid, most te magad is példakép vagy. Ráadásul egy olyan életút okán, teljesen jogosan, amit azt hiszem, hogy hát az emberfia nem hinném, hogy kellően tud értékelni. Büszkék rád a szüleid? Nagyon büszkék rám. És a barátaid? Ők is. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember, aki körülöttem van, büszke rám, főleg aki végigcsinálta velem ezt az utat, amin úgymond végigmentem ahhoz, hogy eljuthassak ide, ahol most vagyok. Most mire készültek? Hát idén még készülünk két világkupa fordulóra, és hogyha sikeresen tudunk szerepelni, akkor a márciusi világkupa döntőre készülünk, és a jövő évi cél pedig a világbajnokság. Mit lehet kívánni egy csodálatos ifjú hölgynek a pályafutásához, aki lovas? Kéz és lábtörést, minél több sikert. Én azt kívánom, hogy a dobogó tetejéről köszönj vissza, mint a magyar bajnokságokon nekünk, és gondolj arra, hogy bizony itt Székesfehérváron is vannak sokan, akik igazi sportkedvelők, akik várják az eredményeket, és elismerik a tehetségedet és az eredményeidet is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Nagyon szépen. Ja, és kéz és lábtörést, ezt nagyon elfelejtsem. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Szalai Nikolett volt, díjlovagló, magyar bajnok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!